Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt az Élt egyszer egy olvasó podcast, Neszlár Sándor és Mészáros Márton irodalmi beszélgetős műsora. Én Mészáros Márton vagyok. Én pedig Neszlár Sándor. Kezdjük szolgálati közleményekkel, hogyha van. Neked szokott lenni mindig ilyen valami. Igen, mindig van, most pedig a legutóbbi adást sikerült a 18. jubileumi adásnak beharangozni, és hát ez óriási nagy tévedés volt, mert ez a 19. jubileumi adásunk volt, úgyhogy... Mert a interjúval Igen, plusz az interjú. Akkor ez most a 20. vagy a Ez most már a 20. Ez a 20. 20. úgyhogy jók vagyunk. Neked szolgálati közlemények? Nekem igazából nincs. Most párszor annyit akartam csak mesélni neked, hogy ilyen doktori eljárásokból mindenhol kellett hozzászólnom, és az volt a parám, hogy azt fogom mondani, hogy jó napot kívánok. Köszöntünk mindenkit, ez itt az Élt egyszer egy olvasó podcast. De aztán nem mondtam el Istennek egyszer sem. Pedig az nagyon vicces lett volna. Vicces lett volna. Na jól van, akkor... Akkor, hogyha még én is hadd mondjak valamit, hogy ünnepi könyv héten beszélgettem illusztrátorokkal, és kiderült, hogy például az Agócs Iris szokta hallgatni a podcastet, mégpedig rajzolás közben, és ez ilyen teljesen szürreális volt, hogy így... Hát ez vicces. Hogy így, mi vagyunk a háttérzaj színezés közben. Meg tudjuk szegény. Színesíteni egyesek életét. Ne, hát, és ez jót tesz a rajzainak? Vagy hát szerintem majd ez megindult jövőre. Egy ilyen sötét korszaka. Nem, Agócs Iris izék, amikor elkezdett ilyen horror képeket gyártani. Én azt gondolom, hogy azóta csak is jobbak lettek az illusztrációk. A már nagyon magas színvonal még följebb tudott sófolódni, de ez nem nekünk köszönhető, hanem szerintem neki. Na jól van. Na, akkor szerintem talán kezdjünk is bele. Ugye a mai adásunk az a Tüskevár körül forog, mint hát egy ilyen vakációs olvasmány, ez egy tipikusan. Így van. Ezt akkor jó olvasni, mikor kitör a vakáció, és akkor, mert hogy ugye maga is egy vakációtnak a történetét meséli el, mint hogy azt mindenki tudja. Tehát, hogy az első kérdésem, hogy állsz te ezzel a könyvvel, úgy általában emlékszel, hogy mikor olvastad, szeretted-e, vagy sem? Én emlékeim szerint nagyon szerettem, többször is olvastam, de most, hogy újraolvastam, rájöttem, hogy azért a téli berek azt sokkal jobban szeretem. Hát és ez hogy, nagyon meglep. De szerettem olvasni mindenféleképpen, most azért valahogy jobban láttam a hibáit, és hogy igen. Ilyen vegyes lett a kapcsolat, és hogyha mondjuk összehasonlítom a Winnetouval, akkor így valahogy a Winnetouhoz képest ez jobban megkapott ennek a fénye. Tényleg? Még a Winnetounál is jobban megkapott. Hát igen, igen, igen. Én nekem nagyon nagy kedvencem volt, nem túlzok, ha azt mondom, hogy sok százszor olvastam, de lehet, hogy ezres nagyságrend, tényleg rengeteg. Hát ezt nem vagyok hajlandó elhinni. Ezerszer, hát ez rengeteg. Biztos. El se lehet számolni. Évekig olvastam szinte csak ezt, illetve felváltva a Winnetout, az Egri csillagokat, meg ezt. Évekig. Tehát most például találtam a könyvem, azt mondja, jó, csak nézd meg a példányomat. Lelkoplasztal, szikszalaggal van, megragasztva, ez házilag én kötöttem újra többször, teljesen szét van esve. Egyes izék azok kiestek belőle, de azért visszahegezgettem, és ez az én példányom, tehát, hogy nem veszek újat. Nekem is ez volt, de sehol nem találom ezt a példányomat, úgyhogy fogalmam sincs, hol van, úgyhogy én megvettem egy 63-as kiadást, aminek egy ilyen sás van az elején, tehát ilyen azt több ismerem, az egy csinosabb, de az egy kemény, kemény borítós, igen. Táblás, igen, igen. Na jó, szóval, hogy igen, na, igen, furcsa, hogy azt mondod, hogy a téli berek az jobb volna, hát az nagyon, azzal nem nagyon tudok mit kezdeni. Figyelj, csak egy dolgot tudok mondani, abban szerepel az Eszterházi 18-as nevű búzafajta, és ugye erről azt... És azt tudjuk. Ja, és mondjam, erről, van egy ilyen tök ilyen baráti sztorim, hogy a barátom, ő a Gyöngyösre járt a ilyen növénytermesztő főiskolára, vagy ilyen agrárfőiskolára, és ott... Az a Gödöllői Agrártudományi Egyetemnek a Gyöngyös. Igen, a Gyöngyösi karára járt, és ott egyszer valahogy bedobtam, hogy Eszterházi 18-as, és állítólag volt egy olyan vizsga, ahol az egyik hallgató így benyomta azt, hogy ilyen búzafajtákat kellett mondani a vizsgán, és rezzenisten arccal bemondta valaki, hogy Eszterházi 18-as, és hogy ez nagyon vicces. Állítólag ez megtörtént, úgyhogy...
Meg hát van benne sólyom persze, tehát ezt már most rögtön az elején mondjuk. Hát igen, igen, de azt szerintem, hogy egy kicsit dramaturgiailag kicsit később kell majd ezt előjönni ez. Oké, szóval hogy azt mondod, hogy most azért annyira nem tetszett, vagy úgy érzed, hogy megkopott, hogy így röviden el tudod-e mondani, hogy miért? Ami így furcsa volt nekem, hogy ez ennyire hosszú, én nem emlékeztem, hogy ennyire hosszú lenne, és hogy így meglepett az, hogy milyen sok oldalon, hosszú oldalakon keresztül nem is a Berekben játszódik az történet, hanem a városban, és hogy ezt nekem valahogy ilyen meglepetésként ért, és például az is ilyen szerkezetileg nagyon fura volt, hogy a bütyök az gyakorlatilag csak a szöveg végén jelenik meg. Tehát ő akkor kerül oda ki a terepre. Ennek nyilvánvalóan az a egyértelmű oka, hogy mire ő odaérkezik, addigra már a tutajos az egy ilyen minimatula lesz, ennek ez a dramaturgiai jelentősége, csak így ez ilyen nekem olyan nagy csalódás de volt. De igazából 2 hét telik el csak. Tehát, hogy a 2 hét alatt egy ilyen Ausgebildete izé lesz ott lápi ember, ami nagyon furcsa, hogy ennyi idő alatt meg lehet tanulni. Tehát, hogy az idővel vannak nagyon komoly gondok. Ez 2 hét, mert ugye azt tudom, hogy 2 hónap a vakáció, és nekem valahogy a többnek tűnik, de hogyha ez 2 hét... Nem, tehát hogy tehát nagyon korán jön igazából a bütyök, tehát hogy azt hiszem 1 vagy 2 hét múlva, tehát hogy legalábbis a levél az nagyon gyorsan jön, mert vagy hát kimaradnak napok, mert hogy az a másik megoldás, de hogy amikor ugye leég, és utána kimegy, és utána talán a következő, vagy az azt követő napon hozza a matula a levelét a bütyöknek, ami arról szól, hogy a jövő héten érkezik. Hát igen, akkor... Alig telik el egy pár nap, tehát hogy nagyon gyors, és utána viszont rohadt sokat vannak benne a faluba. Ugye ez, ami a bütyöknek a szála, és utána megint nem tudjuk, hogy mennyi időt vannak kint a Berekbe, szóval, hogy az egész valami idővel én is érzem, hogy valami nem stimmel. De hát ez, jó, de azt tényleg most azt ennyire konkrétan nem néztem meg, hogy zajlik itt az időszámítás, de az tény, hogy itt ilyen aránytalanul túl hosszúnak érzek részeket, ott amikor én... Igen. Az a falusi rész, az nagyon hosszú, ez biztos, hogy úgy van. De amit már el is felejtettem, hogy az eleje az egy ilyen tanárúr kéremmel kezdődik. Tehát, hogy az nekem annyira kiesett, hogy az ugye fura volt. És akkor most még egy picit, ami beugrott, és tényleg ez döbbentett meg, hogy nem tudom, hogy emlékszel, hogy mikor ez a szöveg, mikor jelent meg először. Fogalmam sincsen, 60-as évek elején gondolom. 57-es, és arra emlékszel, hogy melyik műről beszéltünk már az adásban, ami 1957-ben jelent meg szintén. Nem emlékszem. Hát az Ottlik Gézának a hajnali háztetők. Az 57-es tényleg, hát azért ez egy nagyon más világ. És akkor 56-ban írtam Mész a magas iskolát. Tehát, hogy itt, tehát, hogy nagyon ott vagyunk. És hogy engem most ez lepett meg, hogy így ez mennyire más nyelven szól. És nem lehet összehasonlítani felnőtt könyvet egy ifjúsági volt, de hogy így ez néha a nyelvi megoldások azok ilyen döbbenetesen ilyen suták, amit így már tényleg elfelejtettem. Amit mondjuk így a Winnetounál így meg tudsz bocsájtani, de itt valahogy így nagyon itt annyi Sárbogárdi Jolán díjas idézetet lehet ki aláhúzni, hogy ez valami hihetetlen. Igen. Hát amúgy maga ez az egész elbeszélői szituáció is elég furcsa, hogyha figyelted, ugye egyrészt ugye van ez a nagyon hangsúlyozott belső fókuszunk, tehát hogy majdnem mindent a tutajosnak a szemével látunk, egy pár rész van, ami a bütyöknek a nézőpontjából van leírva, és van ez a nagyon klasszikusan mindentudó elbeszélőnk, aki belelát a szereplőinek a fejébe. És így és ez még a kevésbé zavaró, hanem időnként így kiszól a szövegből. Az engem most az bosszantott őszintén szóval legjobban. Tehát, hogy azt mondja, hogy mit tudom, mondja a Matula bácsi, hogy menjen el, amíg ő horgászik, addig a tutajos menjen el fát gyűjteni, és azt mondja, és tutajos úgy érezte, hogy ez egy igazságos munkamegosztás, és ez így is volt igaz. Há, igen, igen,
igen, tehát, igen, hogy igen. Így egy ilyen furcsa izé hang, így egy ilyen sztentori hang így leszól, hogy hát ez igen, jó gondolatot, Tajoskám. És hogy igen, tehát hogy ez a nagyon-nagyon erősen bele tolakszik ez a mi elbeszélőnk, és így belepofázik. És hogy ennek a sztoriban. Ennek a kicsúcsosodása az, amikor a kutya nevében is, tehát a kutya igen, tehát az igen. Párbeszéde lesz, mint hogyha a Vukkot olvasnád hirtelen, ami engem így nem zavar, csak így röhögtem rajta, hogy oké, itt még itt a kutya is, hogy is mondjam, emberi hangot tud. Bizony, mit gondolt a csikasz, és azt is igen. Tudja. De ez vicces. De ez inkább nekem már ilyen vicc. Igen, ez most már ilyen nagyon, nagyon avittasnak tűnik, mint megoldás. Kétségkívül, vagy amikor, hát akkor még nézzük végig a bénaságokat, és akkor utána beszéljünk, mondani, igen, essünk túl rajta. Nekem még nagyon ilyen volt az, amikor így ilyen ismeretterjesztő előadásba kezd, és ezt megpróbálja valahogy így beleszűrni a történetbe, de nem igazán sikerült. Tehát például, amikor a tutajos álmodik valamit, vagy a tutajos arról képzeleg, és akkor egy ilyen, tudom, egy ilyen kis mini eszély ott, hogy vannak a természeti erők, azok hogyan működ, mi a pára, meg mi a köd, meg mit tudom én, hogy lesz a tűz, és akkor azok, a tutajos, az így mint hogyha ő a fejébe ezt így végig gondolná, mint egy ilyen tudományos kis előadást, vagy hogy az állatoknak a létért folytatott küzdelme, és vannak a ragadozók, és vannak a zsákmányállatok, és hogy a tutajos így erről gondolkodik, de egy ilyen kis kompakt kis előadás formáját ölti ez az ő fejében. Szuper, szuper fura. És ne feledd, hogy ez mindez arra van kifuttatva, hogy ugye az ember az felelősségteljesen tud-e a természettel bánni, és hogy az István bácsi a fő agronómus, hogy ő megfelelő módon tudja ezt a rábízott természeti egységet kezelni, és hát meg kell állapítani, hogy igen, időnként az embernek kénytelen, kelletlen, muszáj ebbe a természeti körforgásba beleavatkoznia, és hogy hát ezt a tutajosnak is el kell fogadnia, hogy itt az élet vastörvényei azok itt működnek, és ez hiába úgy tűnik, hogy ezt a szerencsétlen kis madárkákat elviszik a ragadozók, de hát ez az élet rendje. Na ehhez képest a barnakányát azt lelövik. Miközben ez a legnagyobb ellentmondás az egész szövegben, ugye ez az egyik főszál, hogy ő ugye vadászik, és ezt a barnakányát akarja meglőni, mégpedig azért, mert ő szerinte a három kis szárcsából, aki ott úszkál, egyet elragadott. Azt látják is, hogy szárcsák, de hogy ezt be is azonosítja, ezt nem tudom minek alapján, hogy ez pontosan az a szárcsa, és pontosan az a barnakánya vitt el. És amikor először kitalálja ezt, hogy le kéne lőni a barnakányát, mert hogy milyen gonosz, akkor a Matula bácsi tart neki egy kis előadást arról, hogy hát le lehet lőni, van annak is három gyereke, azok majd akkor ott fognak tátogni 3-4 napig, nem kapnak enni, és aztán szépen éhen döglenek, és úgy fejeződik be, hogy ne avatkozzunk bele mi ezeknek a dolgába. Pontosan, mondja, pontosan. Majd 30 oldalra később látják, hogy elviszi a szárcsát a barnakányás, úgy de lelőném, hát igen, végülis le kéne lőni tényleg. Majd aztán lelövik. Tehát, hogy ez látszik, vagy na, csak azt akarom mondani, hogy ez a hát tulajdonképpen az egész, tudod, hogy Fekete István maga a személyében is nagy vadász volt, ugye ez a történetekből is persze kiderül, de hogy ez ténylegesen az ilyen legnagyobb ilyen vadász ellentmondás, nem? Tehát, hogy most akkor most te így beleavatkozol, vagy nem avatkozol bele, meg azért szeretjük a természetet, de azért lődözni is szeretünk, hogy valahogy ez az ellentmondás nincs itt megoldva. Tehát valahogy ő rohadt, meg izét is, gémet is akar lőni az iskolai szertárnak adományozta Ladó Gyula Lajos, igen, 7. A-osztályos tanuló. Igen. Hát azért ez egy, igen, tehát hogy ez az meg már, ne, miközben néha meg tényleg van egy csomó olyan rész, ami meg tényleg egy ilyen felelős természethez való viszony, például amikor ugye meglövi a vadludat, akkor utána elengedik a halakat, mert hogy van most hús elég, igen, és holnapra igen, csak megdől. Tehát azt például azt én nem is vettem eddig, vagy én nem is figyeltem annyira, hogy a Matula az ilyen értelemben egy ilyen felelősen gazdálkodik, igen. És akkor egy kicsit ide csatolnám a magasiskolát Mészőtől, hogy azért ott is van egy ilyen párbeszéd, hogy akkor mi haszna van a solymoknak, ez a beavatkozás
hatású természetbe, és értelemszerűen azért ez sokkal cizellátóbban és sokkal intelligensebben van végvéve, de a gondolat az úgy látszik, hogy az itt tök ott lóg a levegőben, hogyha ha az ember és a természet viszonyát így boncolgatni, és azért azt mindenféleképpen ki kell emelni, ebben tök igazad van, hogy itt azért most a bénosságokkal kezdtük, de azért alapvetően azért egy ilyen nagyon nagy, hogyha ilyen tanúságokat azért le lehet vonni ennek a szövegnek, azért ennek nagyon nagy, nagyon jó pozitív üzenete van, hogy a természetben való létnek, és az ott az ottani emberi létezésnek vannak szabályai, és hogy a természetet azt így tiszteletben kell tartani, partnerként kell vele viselkedni, mert hogy ez az egyetlen helyes mondjuk attitűd, vagy valami, és ez szerintem ebből a szempontból ez meg ilyen tök pozitív dolog. Annak ellenére, hogy persze. Igen, csak közben ez annyira didaktikusan van, és nagyon sokszor elmondva, hogy így ilyen kontraproduktívnak tűnik, és már önmaga paraudiája egy idő után. Igen, és ugye ráadásul ez is egy ilyen dihotóm rendszerben van elgondolva, hogy ugye van a ugye, sőt, több szinten is dihotóm rendszerben, ugye az egyik, és ez talán a kevésbé súlyos, ugye ez a vidékváros ellentét, az, ami nagyon fontos, igen. Ugye, ami erről majd részletesen is nem beszéljünk, akkor a mérnök, illetve a nem mérnök, tehát hogy a mérnök mint valami ilyen, ami ugye ennek egy ilyen leágazása már, mint a vidékváros. Hozzáterünk, van a városi mérnök, meg van a vidéki mérnök. Van igen, az agrármérnök, és ez nem ugyanaz, igen. De egy mérnök ember az nem tudja, az csak a vonalzókat, tehát ez az ilyen sztereotipikus ábrázolások, majd erről is azért beszéljünk. És a harmadik ugye az a férfinő, ugye az rögtön úgy kezdi a Matula bácsi, igen, azt így ki is igen, jelenti, igen, hogy az asszonyfél az nem való ide, vagy lányfélék, azok nem valók a berekbe, pont. és akkor el is talán kezdjük ezzel, most nem akarok ebből egy ilyen gender olvasatot csinálni, de hogy te hogy láttad vagy figyeltél erre a mostani olvasásban, hogy hogyan vannak itt a nők, lányok, asszonyok bemutatva ebben a regényben? Feltűn nekem, és nekem is van egy ilyen, itt fölírtam magamnak, hogy ellentétek. Férfinő, azt konkrétan nem írtam, de igazából ugye az elején ott van a Kengyel tanár úr, aki egy ilyen idealizált, fantasztikus pedagógus, aki szigorú is, de nagyon, nagyon emberi, és hát ugye a szöveg végén kiderül, hogy azért annyira lángelme, hogy most már egyetemen fog tanítani. És hát van neki egy kis... Agyunktus lesz egyből. Az mondjuk király, tehát nem kell neki tanulni. Igen. Ez tetszik. És akkor megjelenik a felesége, aki a tutajosség szerint egy nagyon jó bringa, és egy nagyon jó nő, és meglep... És igazából ezt mondják el róla mindenki. Igen, tehát, és hogy milyen meglepő, hogy ennek ellenére még matematika tanárságig is elvitte, úgyhogy ez dicséretes. És ez többször ki van emelve, hogy hát csinos, meg szép, meg minden, hogy aki ilyen szép, az nem lehet számtantanár. Van egy ilyen mondatunk. Tehát, hogy igen, de hát ez vicc, ugye, tehát hogy ez mondjuk itt összekacsint velünk, ugye, a narrátor, és ugye ez a gyereki nézőpontnak ez a... Ez még önmagában szerintem annyira nem gáz. A másik, ami másfelől meg hihetetlenül modern, tehát hogy a tutajos egy olyan furcsa családmodellben él, ugye az ő pirimamája, ez a édesapjának ugye a testvére, aki megözvegyült, és hogy gyerekkora óta ott van, és lényegében ő neveli a tutajost, és akkor a szülők egy ilyen kvázi, amikor ez a tutajosunk valami jó dolgot csinál, akkor ez a mi nevelésünk, amikor meg valami nekik nem tetszett, akkor ez a pirosnak a nevelése. Ez van, és akkor még ugye ami a másik, ami ilyen fővonulat, hogy állandóan összeugrasztja a nőket, tehát hogy az István bácsinak a házvezető nője, a Terka nénit, összeugrasztja a Piri nénivel, vagy Náncsi néni, és akkor őket állandóan összeugrasztja, és ami a legblődebb az, amikor ahogy a Katicát ábrázolja, a kicsit butáska Katicát, aki Bütyöknek lesz a nője, és neki az a legnagyobb
hogy is mondjam, skillje, skillsetje, hogy ő a Matulának az unokája, és hogy hát az annyira nem lehet rossz. Meg ő a visszállító. Meg ő a visszállító kislány, és hogy azért a helyesírásával még vannak problémák, de de majd akkor így... Tehát túl sokat élt vidéken, és nem de közben meg azért, és akkor ott van az, hogy a Bütyök az fülig szerelmes lesz ebbe a Katicába, de a Tutajos ezzel még nem tud mit kezdeni, és csak így kigúnyolják a Matulával, mert oké, a Bütyök azért tutolja, mert itt a második randi után már menyasszonyomnak hívja a Katicát, és hogy, de hogy ebben meg szerintem ebben van egy ilyen pici ilyen irónia is, tehát ugye ebből a szempontból hát meg ez így működik ez a szöveg. Jó, én még egy valakit nem említettél, aki szerintem tök fontos ebből a szempontból. Ez ugye a Tutajosnak az anyukája, aki ugye valami kutató. Mérnök. És hogy viszont ő nem is funkcionál, ezt ki is mondja a szöveg, hogy nem funkcionál anyaként. Tehát, hogy abban a pillanatban, hogy azt mondja valami ilyesmit mond a szöveg, hogy azzal, hogy megszülte a gyereket, lényegében le is lett pattintva pirimamának, és onnantól kezdve pirimama intézett mindent körülötte. És hogy azért itt érzünk egy kis hát dehonestáló jelleget ebben a leírásban, nem? Tehát, hogy azért a mama, aki nem dolgozott, nem is érdekelte a berek se, tehát, hogy nagyon, nem tudom, szóval... És várj, és még a szél... István bácsi szerint még 30 éves korában is babusgatnák, és még a széltől is óvják, és hogy... Igen, mert a peri mama... Igen. Na de hogy igen, és akkor még van ugye ez a rejtélyes, ez a Lili nevű nő, aki meg ugye az István bácsinak volt a felesége, és azért nagyon furákat mond róla István bácsi, nem tudom, hogy emlékszel-e, hogy amikor pontosan. Egyszer jön, igen. Hogy följön, hogy és hogy ez már meg vagy férhez ment újra, és hogy kérdezi a pirimama is, hogy mondja István bácsi, hogy ő meglátogatja most ezt a nőt, és akkor és az ura mit szól hozzá, és akkor az nem az ura, én az ura voltam azért, hát és akkor azért ez a ne, tehát hogy én most azért, tehát István meccs az ilyen nagyon jó fejnek tűn nekem gyerekkoromban, de ő azért egy nagyon fura figura, nem? Én tehát, hogy... Megmondom őszintén, hogy nagyon sok István bácsival találkoztam, amikor voltam a barátommal többször is bulizni, és hogy itt tényleg azért látszódott ez az attitűd, de közben azért az István bácsi is megkapja, mert hogy kiderül, hogy amikor a Tutajos első számú betegségében, amikor leég, akkor utána megtalál egy ilyen társalkodói, vagy ilyen levelezői szakkönyvet, amiben ő egy az egy... Nem, családi levelező. Családi levelező, és akkor abból ő Ctrl-C, Ctrl-V kimásolja azt, hogy hogyan kell udvarolni asszonynak, és a könyvbe beleírja a nevét, tehát hogy így ezt a részét is az István bácsi ezért megkapja. És hogyha már nők, akkor meg kell említenünk Bütyöknek az édesanyját, aki ugye egy özvegy, és hogy ő mosónő, és az a mamának hívja, tehát a mosónő mama mosónő poén azért meg van futtatva többször is, hát ő az, akinek mondjuk annyi lesz a feladata, hogy nagyon frankó zsíros kenyeret tud csinálni, és mondjuk ez a... Meg fáj a lába. Igen, de... És tehát ő az ilyen nyomor eye candy. De közben meg azért az meg tényleg tök jól működik, hogyha elmegy vendégségből, sokkal finomabb az étel, tehát hogy ez mindig így... Hát jó, ez vannak benne tök jó megfejtések, nem azt mondom, csak... jó, na most azt akkor még így a kritikákat lezárandó, vagy hát nem tudom, hogy tudunk-e később kritika nélkül, de hogy ami azért a leg, például a nőábrázolásban is, de amúgy egyáltalán is, hogy irtózatosan sztereotípak ezek a figurák, vagy irtózatosan egydimenziósak. Tehát, hogy ez talán a legnagyobb hibája a szövegnek, hogy alig van, tehát igazából még szerintem a Bütyök is eléggé egydimenziós. Tehát ő a lomha jó gyerek. És akkor hát ennyi kávé. A Gyula az izgalmas figura, mindenki más, tehát az apa, mint mérnökember, kettő vonással van megrajzolva. Ő egy ilyen mérnökember, és akkor ennyi. Az anya az a nő, ez a dolgozó nő, aki nem foglalkozik a gyerekkel. A pirimama és a nancy mama
vagy Nancy néni, azok egy az egybe felcserélhetőek. Tehát semmilyen tulajdonságuk nincs, ami a másiknak ne volna. Ha az egyik a másik az egyik, igazából nem tud őket megkülönböztetni. Mindegyik gondoskodik, mindegyik szeret főzni, mindegyik jól főz, és akkor igazából annyi a különbség, hogy az egyik az zsírosabban főz, a másik meg kevésbé zsírosabb. Hát az egyik vidékiesen főz, a másik meg városi. Az egyik vidéki, a másik meg városi. Tehát ezek pontosan copy-paste a két figura, nem? A diák társak, ugye, ami viszonylag tényleg hosszú részem úgy az elején. Tehát, hogy ezeknek semmilyen mindegyik egyetlen egy vonással van meglévő. A jogász, aki okoskodik, akkor van a csillik, aki erős fiú, akkor van a Wallenberg, aki szerencsétlen azzal van jellemezve, hogy van egy órája. Ennyit tudunk meg róla, nem? Akkor van a betegeskedő igen, gyerek. Igen, igen, igen. És kész. Tehát, hogy gyakorlatilag hát nagyon fú, van a Bolha, aki az a kis humorzsák, és kész, ennyi, mindenkiről egy, jó, nem mondom, hogy egy ekkora regényben jobban kellett volna, vagy nem tudom, de hogy valahogy ezt érzed, hogy István bácsi is egy ilyen sztereotipikus mezőgazda, nem? Ő az a, ez a jó fej, aki igazából a narrátornak a hangja, vagy a szócsöve. Amit István bácsi mond, az úgy kell gondolni. Ha István bácsi így gondolkodik a nőkről, akkor te is úgy fogsz gondolkodni, mert meg van mondva, hogy ebben a regényben az István bácsi a jó fej, akinek ünnepnap az érkezése. Az, hogy üvöltözik, hogy egy ilyen agresszív izé, nem? Hogy ott, nem tudom, hogy emlékszel, ott a cukrászában. Igen, beszólalak egy csávónak, az izé elküldi. Üvölt vele, hogy összekoccannak a poharak, érted? Tehát, hogy egy ilyen igazi, vagy amikor azt mondja, már bocsánat, amikor leég a tutajos, nem tudom, hogy emlékszel, és ad neki két gyógyszert. És akkor azt kérdezi a gyerek, szerintem teljes joggal, hogy mi az. És erre a következőt mondja, strihin egy egészen kevés ciánkálival keverve, tehát, hogy méreg. És akkor utána folytatja, hogy egyébként semmi között hozzá, én adom, te meg beveszed. Na tehát, hogy azért van benne egy ilyen nagyon furcsa agresszió, nem? Tehát, hogy most ugyanennyi erővel miért nem mondta azt, hogy aspirin? Ja, persze, de inkább itt szerintem ez szegény szereplők áldozatául esnek így a fő mondani valónak, hogy itt az igen, van, hogy itt két szereplőt kell irreálisan túltolni. Az egyik ugye a Matula, ő a mindentudó, és ő az atyaúristen, de ennek ellenére miatta majdnem meghal a gyerek, egyszer tutajos, egyszer meg bütyök, mert ott hagyja őket egyedül, ez mondjuk így, de saját kárán tanul a hülye gyerek, de azért... Majd túlélik. Ez azért simán benne volt az, hogy nem élik túl. Ez az egyik, a másik meg ugye a tutajost, az elején így meg kellett lebegtetni a benne lévő potenciált, hogy na hát ebből még tehát jó nyers anyag, jó tanítvány, és ez egy ilyen mestertanítvány szituáció, és ezek után ugye csak akkor tudod kiemelni, hogy ő milyen csodálatosan fejlődik, micsoda hatalmas nagy diadal útja lesz neki, hogy a többieket így lecsavarolt. Tehát, hogy ez a narrátor, ez ebben a koordinátorrendszerben tudja csak működtetni a szereplőit, igen. És emiatt lesznek ilyen nagyon, nagyon bencsók. Hát igen, de azért nagyon benjók, ugye? Azt abban egyet értesz, nem? Hogy igazából még a bütyökről sem, tehát hogy a bütyök, aki őszintén és szereti tutajost, ezt tudjuk meg róla, és hajlamos szerelmesnek lenni, de ő a második számú főszereplőn könyörgöm, vagy már mint a gyerek szinten, vagy a harmadik számú legalábbis, tehát hogy lehetően nagyon fontos szereplő, és az égvilágon semmit nem tudsz meg róla. Az vicces, az is az erőködés, nem, hogy van neki egy nagybátyja, aki maharadja. És hogy ez is egy ilyen érzet, hogy valahogy érezte a fektetésen, hogy valahogy jellemezni kéne ezt a gyereket, mert nagyon papírmasé, és akkor na, legyen egy maharadja nagybátyja, aki küldjön neki pénzt. Tehát az mondjuk vicces amúgy igazából, de hogy egy picit azt is ilyen erőltetetnek érzi. Igen, és még neki az a nagy... tudása, hogy az ő apja, aki már meghalt, hogy az ő mozdonyvezető volt. Mozdonyvezető volt, és ennek majd lesz jelentősége, hogy amikor ott olyan, mi is lesz ez a mázsáló? Mázsáló lesz, akkor ő indítja be a gőzgépet, és hogy ez a... Igen, mert hogy nem lehet megtagadni egy első osztályú mozdonyvezetőnek árvájától. Ez mondjuk... De akkor...
Még amit ehhez, és akkor lehet, hogy már lassan le is fogjuk tudni zárni itt a bénaság, a fő bénaságokat, hogy amit még én nagyon-nagyon nem szerettem most, hogy ez a hihetetlenül sok ismétlés. Tehát, hogy azt a szöveg, hogy tutajos leégett, azt legalább 10-szer meg tudjuk. Tehát jó, 10-szer nem, de 5-ször biztos elmondja. Tehát, hogy így olvassuk, amikor leég, akkor elmondja a Matula is elmondja, 5-ször meggondolja, hogy hát már holnap nem találkozunk, mert holnap mással lesz elfoglalva, akkor tutajos gondolkozik. A István bácsi is reflektál. Igen, és István bácsitól megkérdezi, mivel leszek elfoglalva. Igen, és akkor a végén, akkor, amikor már ezt letudtuk, akkor még egyszer elmondja a szöveg, hogy hát igen, amikor tutajos levett az ingét, tehát kedves kis csimoták, egy dolgot jegyezzetek meg, ha kimentek a napra inget. Budapestről, a budapesti hülye igen, gyerekek vagytok, és kimentek a természetbe, akkor nem szabad levenni az igen, inget. És hogy a szandát nem véletlenül kérdez rá a Matula bácsi a gumicsizmára, hogy a gumicsizmát emlegetnek, azon vett föl, nehogy szandába menjek ki. Ja. Oké, és akkor tényleg valószínű, hogy ami a hát igazán érdekes, vagy mai olvasó számára igazán érdekes, az ugye ez a kultúra-natúra viszony. Az viszont azért azt mondhatjuk, hogy ilyen értelemben meg úttörő tényleg a szöveg, tehát hogy ez hogy a természet az önmagában érték, vagy a természetben lenni önmagában érték, vagy a természetben működni az másfajta szabályokat igényel, és akkor ez ugye összefügg egy újabb ilyen dihotómiával, ugye, ami a tutajosnak a fő attribútuma, ugye ez a képzelgés, vagy fantáziálás, vagy hazudozás, vagy nem tudom. Igen, igen, és igen. Tehát hogy ugye a fantázia és a valóságnak a szembeállítása, és ugye itt van ez a kengyeli tétel mondat, ami szintén 5-ször el van mondva, hogy jegyezze meg, Ladó fiam, hogy a valóság is lehet olyan szép, vagy még szebb is, mint az ábrándok, igen, vagy mint igen, a fantázia. Igen, igen, igen. És akkor ugye ez is mindig, amikor történik valami jó, akkor mindig a tutajosnak ez eszébe jut. Tehát, hogy ez a tehát, hogy valahogy, mint hogyha az lenne, hogy a természet az van a valóságossal, összepattintva, és a kultúra meg valahogy ezzel a fantázia világgal, és hogy igazából ez egy ilyen nagy határátlépés a tutajos számára, hogy szembesül a valósággal, mert hogy ugye a természetben történnek dolgok, és ott ezt nem lehet így mismásolni, és hogy ez mondjuk egy valódi tapasztalata az embernek, nem? Tehát, hogy a természetben vagy, akkor, hogyha hideg van, akkor hideg van. Tehát, hogy ott az nem lehet kimagyarázni, vagy nem tudom. Tehát, hogyha érted, hogy ez mondjuk talán egy ilyen progresszív üzenet valahol a szövegben, bár ez is egy picit azért túl van tolva, nem? Tehát, hogy amikor viszi az öreg a hátizsákot, és akkor nem nehéz, Matula bácsi, és akkor azt kérdezi a Matula bácsi, de nehéz, talán vinni akarja. És akkor és akkor azt mondja, hogy ugye megint megszól a narrátor, hogy hát rájött a tutajos, hogy ez fölösleges itt udvariaskodni. Hát azért szerintem meg nem fölösleges udvariaskodni, szóval, hogy ez a része, ezzel meg nem tudom, hogy egyet tudunk-e érteni, nem? Tehát, hogy mégiscsak az emberi társadalmak azok úgy működnek, hogy udvariaskodunk egymással, azt mondjuk a másiknak például, hogy jó napot, miközben egyáltalán nem is akarom esetleg, hogy jó napja legyen, de hát mégiscsak. Ja, szerintem itt azért, tehát, hogy itt ez egy ifjúsági regény, és hogy ezt ifjúsági regényként is kell olvasni, és emiatt így vannak, hogy is mondom, korlátjai egy ifjúsági regénynek. Itt ugye a fő cél az, hogy ezt a tutajost mind testileg, mind szellemileg egy kezdőszintről professzionális szintre föl kell vinni, és hogy hát ez tutajosulnak, így nagyon sok esetben ez így nem fog menni, úgyhogy hol a szandál fölvágja, a sás fölvágja a lábát, mert szandálban van, ergo ebből meg kell tanulni, hogyha rákérdez Matula bácsi valamire, akkor azt nagyon komolyan kell venni. Igen, a kettő így. Meg, ez egy nagyon fontos dolog lesz, hogy a világnak a megismeréséhez való viszonyunkat, ezt egy ilyen tök jó metafora, vagy egy nem is tudom, jó kis parabola tud ez lenni, hogy mert szerintem az egyik kulcsmondata az, amikor a tutajos ráérez arra, már bütyökkel együtt, hogy ők tudják olvasni ezt a bereknek a világát, hogy ezt így tudják, és akkor azt mondja, hogy bárcsak a matex, vagy a számtan példát is ugyanígy tudnám csinálni. És ez szerintem tök fontos, hogy emiatt lehet izgalmas ez a szöveg, mert megadja annak az
esélyét és az illúzióját, hogy te a világot képes lehetsz befogadni, csak egyszerűen nyitottnak kell lenni rád. És ez szerintem ezt nagyon hitelesen adja elő a szöveg, hogy oké, ha te tanulni akarsz, akkor a világ az meg is fog tanítani, de vigyázz ezzel a tanuláshoz való viszonyoddal, mert ahogy te hozzáállsz a világhoz, a világ az úgy fog erre reagálni, és hogy szerintem ebből a szempontból ez itt tök izgalmas ez a szöveg. A másik meg azért van egy ilyen nagyon nevelő, hogy egy jól nevelt ifjú, aki felnőtt lesz, az már nem fecserészik, az már csak annyit mond, hogy éhes vagy? Igen. Nem az van, hogy elkezded mondani a szöveget, hogy így, de hogy ez az egyik ilyen fő problémája lesz ugye a tutajosnak, hogy a valóságot ő azt hogyan mondja el másoknak. És ez egy fő problémájuk lesz, tehát amikor Bütyök és tutajos először vannak együtt a berekben, amikor már nem annyira béna a Bütyök, hanem már a kismatula ki is nevelte, meg kitanította, akkor nekik az lesz, hogy ülnek a csónakban, és az első igaz mondatuk az, hogy azt mondja, hogy ezt nem fogják elhinni a többiek. Hogy ezt nem fogod tudni elmondani. Tehát ez a világ, amiben itt vagyunk, ezt nem lehet elmondani. És furcsa kettőség lesz, nagyon sok kettőség, hogy egyfelől állandóan el akarja mesélni, mindig ahhoz viszonyítja, hogy na, mit mondanak ehhez, mit mondan erről a kengyel, mit szólnának hozzá ezek a többiek, másfelől meg folyamatosan azzal szembesülnek, hogy ezt nem lehet megosztani, ezt nem lehet elmondani. És ez egy ilyen furcsa kettőség, ami szerintem ilyen a sok-sok ilyen nagyon didaktikus és nagyon kimondott tételmondat mellett, ez egy ilyen, nyilvánvaló nem tudatosan, de egy ilyen nagyon szerethető ilyen billegés a szövegnek, igen. És ez például én nagyon szerettem most is, és hogy ez felnőtt olvasóként is így tud ráthatni. Hát igen, de ez is ugye valahogy a valóságnak és a fantáziának, tehát ez is valahol így a természet és a kultúrának a kettőssége, nem? Tehát, hogy a természetet ezt nem tudod átvinni a kultúrába, valami ilyesmit mondasz, hogy ezt nem lehet elmesélni, csak akkor tudod ezt megélni, hogyha ott vagy benne, és ez nem lesz. Miközben maga a regény meg szerintem nagyon sok olvasó számára funkcionált ténylegesen, hát természetpótlékként. Tehát, hogy tényleg azért azt megmondjuk ki, hogy ez egy olyan világ, amiben teljes mértékben bele lehet merülni. Tehát, ahogy én mondtam, én nekem éveim mentek el arra, hogy ebben a fantázia világban éltem, és hogy ez egy iszonyúan otthonossá vált tulajdonképpen az én számomra is. Tehát, hogy ez mégiscsak, tehát, hogy végülis a maga a regénynek meg sikerül mégiscsak elmondani valahogy ezt az élményt. Az már más kérdés persze, hogy azok a az írói eszközök, ahogy ezt megvalósította, hogy ez mennyire olvasható mondjuk a ma fiataljai számára. Tehát, hogy például azok a 2-3 oldalas leírások, hát az, amikor tényleg effektív, az a furcsa, hogy cselekmény, az van jó néhány, de tehát nem azt mondom, hogy nincs benne cselekmény igazából, de hogy a cselekmény és a leírásnak az aránya az kb. 50-50. Tehát, hogy nagyon hosszú és szép leírások vannak, és tehát, hogy részletes leírások, és ez tényleg nagyon tudja a Fekete István, csak pont ez az, amire a ma fiatal olvasói egyáltalán nem rezonálnak, szerintem, vagy hát ugye, és akkor jön majd, ja, bocsánat. Nem, csak annyival csatlakoznék be ebbe, hogy itt ugye nagyon sokszor egy gyerekkönyvnek az a legnagyobb hibája, hogy elfelejt, hogy ez egy szép irodalmi mű, és hirtelen tankönyv akar lenni. És hogy itt a Tüskeváról a legfőbb probléma, hogy ez amellett, hogy ez egy kalandregény, egy felnövekvés történet, egy nyári laza kis olvasmány, ez közben a természetrajz, bevezetés a természetrajzba, vagy bevezetés a berekbe 1.0 akar lenni, és emiatt az a szándékát nem tudja elfelejteni, hogy ő most mindent megtanítson, és emiatt lesz iszonyatosan nehézkes, és amikor már... Hát emlékszel, hogy a Terka meg az Ákos, mikor vitatkoznak, vagy nem is tudom, lehet, hogy az István bácsi, akkor ugye az amellett, vagy az végül is az érv, hogy mehessen a berekbe, hogy elvileg ugye természetrajzóra is van az iskolában. Ja, igen, tehát, igen. Hogy maga a szöveg azt el is árulja ezt a szándékát, hogy itt most a természetről fogsz tanulni dolgokat.
Igen, vagy hogy megtanulod a gyakorlatban, ugye, mert mindig ez a dihotómia, megtanul a gyakorlatban is, amit már elméletben tudtál. Ugye a horgászatnál is ez volt, hogy tudta, és mindent tud elméletben, de a gyakorlat, tehát ez a legfontosabb, hogy, ami, hogy, a, hogy a gyakorlati tudás az mindig sokkal jobb, mint az elméleti. Tehát ez súlykolja valahogy a szöveg, ami hát egy ismert téveszme, ugye a magyar közgondolkodásban is. De... Igen, illetve azért azt szerintem erényének kell mondani a szövegnek, hogy ugye elvileg ebben a, hogy nagyon didaktikusnak kéne lenni ennek a szövegnek, és akkor lenne igazán didaktikus, hogyha a matula az soha nem hibázna. És a, tehát a matulát is többször hibázik, de nyilván ez úgy van beállítva, hogy ő mondjuk így jelezte. Na, de mikor, mármint konkrétan, hogy ő is reflektál rá, hogy hibázott, nem, azt szerintem egy van az egész szövegben, hogy mondja, hogy elgondolkodtam, és egy szép nagy kapásom volt, és elszalasztottam. Nem, amúgy. Tehát ő soha nem ismerné, tehát hogy ők szerintem az István bácsival nem érzik úgy, hogy ez gáz volt, hogy veszélyeztették a gyerekek életét. Szerintem igen. Szerintem ebben van, tehát amikor emlékezünk, hogy van a vihar. Akkor ugye, amikor ott hagyja őket, akkor így azt mondja, hogy így, hát már a tűzre ne nagyon rakjanak, mert égessék le a tüzet, mert hogy nehogy valami legyen, és akkor még visszafordul, és azt mondja, hogy így, hát esetleg talán még vihar is lehet, vagy valami, most nem pontosan idézem a szöveget, de hogy ott ő jelzi, hogy itt lehet valami. Nagyon, nagyon károktak. Ja, nagyon károk. Madarak reggel, és alig, ha nem vihar lesz, de aztán nem teszi hozzá, hogyha mondjuk a legvalószínűsebb dolog megtörténik, még hogy jégeső lesz, akkor mit csináljanak. De hogy itt van egy, és amikor ugye egyből fölméri, amikor itt szétveri őket a jég, akkor ugye elmegy egyből segítséget kérni, és én akkor én egy kis megszeppenést érzek rajta, hogy ott talán van egy kis olyan, hogy ő... Hát aggódik hát miattuk, nem arról van szó, de ő nem érzi azt, hogy ő hibás volna. Hát ilyen a berek, ne viccelj. Mert ők a bereket tanulják, és a berekben jöhet vihar. És nézd meg, hogy minden ilyen, tehát hogy amikor leég, akkor se szar, nem azon se aggódik igazából, hanem hát most akkor megtanulta legalább. Tehát hogy a mai nap is egy jó lecke volt. Hogy nem szorította, szétveri a puska az arcát, és akkor megtanulta legalább, hogy hogy kell oda szorítani. De érted, hogy mindig ez van, hogy minden így úgy van beállítva, hogy ez egy tanulság. Igen, hát ez megint fejlődtél, ma is tanultam valamit, ugye, és akkor most azt tanultad, hogy nem szabad, hogyha viharnak esélye van, akkor nem szabad beállni a nádba, úgy, hogy ne lássad, hogy onnan jön a vihar, mert simán meghalhatsz. És akkor hát azért ennél ez talán finomabban is. Vagy amikor, nem tudom, emlékszel, hogy ilyen valami nagy eső van, és akkor le akar menni a... Mondja a tutajos, hogy lemegy horgászni, és akkor mondja, hogy menjen, és akkor átmegy a dzsuván, ott a átverekszi magát a dzsindzsán, és akkor tiszta víz lesz, és a mindenféle tök undorító a víz. És akkor azt mondja, miért nem mondta Matula bácsi? Hát azt esetleg elfelejtette volna, de ezt nem fogja. Hát így kösz. Tehát, hogy oké, értem, hogy mi ennek a pedagógiának a lényege, de hogy hát nem tudom, lehetne azért ennél egy árnyalattal finomabban is talán. Tehát én most azért apaként nagyon máshogy olvasom ezt, mint gyerekként de olvastam. De szerintem itt meg azért azt is figyelembe kell venni, hogy, tehát, hogy nyilván teljes 100%-ig igazad van, de hogy azért vagyis változtak a társadalmi attitűdök ebből a szempontból, nagyon helyesen. De hogy én azt gondolom... Kétségkívül így most van, én csak egy random példát mondok, hogy én orvosszülők gyerekeként másfél évesen kórházba kellett maradnom, és föl nem merült, hogy anyám még ott maradhatnak. Másfél évesen. Tehát, hogy így... Rengeteg olyan szituáció, amit így ma így egyszerűen föl nem fogsz, hogy ezt egyáltalán hogy lehetett, ami nem az van, ami 200 évvel ezelőtt, hanem még a mi gyerekkorunkban megtörtént. Tehát, hogy ebből a szempontból szerintem ezt nem lehet számon kérni ezen a szövegen. Nagyon sok mindent számon lehet kérni, például az alkoholfogyasztást az ifjúsággal. Az nem ritka ebben a szövegben. Akkor nyugodtan megkérdezi a Matula bácsi, hogy kére szivart. Hát és de érted, hogy... Jó, de előtte már... Tudom, hogy az lehet, hogy egy ilyen pedagógiai ízé, meg mikor berúg a bütyök, akkor is mondja, hogy hát jobb, hogyha megutálja az alkoholt, mint ha megszereti. Hát, oké. Okay. És akkor még egy utolsót ehhez, hogy már mint az ilyen attitűdöknek a különbségeihez, hogy például az István bácsi, az simán haza
hazudik a szülőknek, hogy hol van a gyerek. Azért, bocsánat, azt szerintem egy iszony, most attól függetlenül, hogy értem én, hogy ő úgy gondolja, hogy túl sokat babusgatják meg minden, meg értem én, hogy a tutajosnak ez tök jó. Na de hát azért ez egyáltalán nem... Igen, de hogy nem. Itt látszik azt, hogy itt a szöveg, itt azért reflektál erre. Tehát, hogy itt ugye, hát itt ő... ez úgy van felvezetve ugye ez a rész, hogy, hogy amikor... Levelet ír. Nem. Én arra gondolok, amikor István bácsi és Bütyök, és hát István bácsi és Tutajos beszélgetnek, és az István bácsi elmondja, hogy a berek az milyen. A berek az olyan, amilyen. Tehát, hogy ott neked, tehát ahogy te viselkedsz a berekkel, a berek is úgy fog veled viselkedni. És fölhozza példának azt, hogy például a szivarokat el lehet csenni, vagy el lehet venni, de nem szabad. És hogy ez lesz az a példa, hogy ő is annak idején gyerekkorában Matulának ugyanúgy ellopta a szivarokat, de hogy... Ja, és előtte mondja Tutajos, hogy hát a Matula az elárulta, hogy én azt a szivart odaadtam neki, és akkor nem mondta az István nem. Bácsi, mondja, hogy hát én ezt észrevettem, mert nekem ez a feladatom, hogy én a hatalmas nagy főagronómusként járom ezt a rám bízott állami birtokot, hogy ott nekem észre kell venni, mert ha nem venném észre, akkor nem lennék jó főagronómus. És akkor utána mondja azt, hogy akkor ugye mi a szüleidnek ugye azt mondtuk, hogy te nem ott leszel, ahol mi azt állítjuk, de hogy az más, mert néha lehet egy kicsit hazudni. Tehát itt azért... De reflektál rá, értem, de miért? De föl is menti magát már. Tehát, hogy jogos, azért... De hogy reflektál rá? Hát reflektál rá, tehát nyilván ő is tudja, hogy hazudik, tehát hogy ez, igen, ez csak annyi, hogy észrevette, hogy hazudik, meg tudja, hogy a gyerek is tudja, hogy hazudik, tehát hogy ez nem, szerintem ez semmi módon nem menti ezt a dolgot, tehát hogy most függetlenül attól, hogy én a Tutajosnak drukkolok, meg persze, hogy amúgy nem lenne regény, nyilván ülne a kákáposztaszakba Budapesten, az kinek ilyen, arról nem lehet rendes regény, bár a Télibereknek jelzem, hogy konkrétan a fele az Budapesten játszódik a kákáposztaszakban, csak ott már tél van. Tehát, hogy na csak azt akarom mondani, hogy azért vannak ebben azért tényleg necces megoldások. Jó, ehhez még akarsz valamit? A necces megoldásokhoz úgy általában. Igen, már egyszer lezártuk a kritikus blokkot, most a necces meg, a társadalmi változásokból adódó furcsaságok blokkot is lezárhatjuk. És akkor még ez csak egy plusz mondat, tehát hogy itt látszik az, hogy amikor van egy tök jó attitűddel megírt szöveg, abból a szempontból, hogy azért szerintem ez egy tök izgalmas dolog, hogy egy olyan ember számára, akinek soha nem lenne esélye ebbe a világba bevezetődni, hogy ez egy nagyon jó dolog tud lenni, de azért ezt egy kvázi első olvasónak adni, mert valljuk be, hogy akiknek mondjuk ezt el kell olvasni az iskolában, az, vagy el kéne olvasni, azok már erre képtelenek. És mondjuk így nem tudtam 100%-osan megerősített információt kapni arról, hogy ez most kötelező, mert megkérdeztem az unoköcsémet, aki nem volt benne biztos, hogy ezt nekik el kell olvasni. Úgyhogy nem tudom, hogy ez kikopott-e, de hogy most így őszintén, tehát hogy ezt odaadni bárkinek elolvasásra ezt a szöveget, még az egri csillagoknál azt így bátran mondtam volna, hogy oké, akkor az első fejezetet olvassák el, hogy az utolsót, az elsőt is az utolsó, de itt egyszerűen nincsenek fejezetek. Tehát, hogy itt, és ami szerintem egy ifjúsági regénynél a legfontosabb, hogy nagyon sok rövid fejezet legyen benne. Szakaszolható legyen. Hogy érezd azt, hogy te most már így haladtál benne, és hogy ez például ez egyáltalán nincs meg. Tehát, hogyha ezt így hát ebből igen, a szempontból igen, nézzük, igen. Ezt olvasni gyerekként, annak ellenére, és akkor még egyet ehhez hadd tegyek hozzá, hogy lányként olvasni. Na ez a másik. Tehát, ez aztán mondani. Tipikusan az, ami kizárólag olyan fiúkat érdekel, akik ez iránt érdeklődnek. Én ilyen voltam. Én imádtam. De hogy ez egy lánynak mit mond, mikor a Matulának az első szó, vagy ez nem való az egész lányféléknek, ahogy azt már említettem is. Hogy, és akkor kész. El is tűz, és akkor nagy nehezen ott be van hozva ez a Katica, de hát az is egy nagyon fura figura. Tehát, hogy ebben mivel tud azonosulni egy olyan gyerek, akit mondjuk ez az egész ilyen természetiző, ez nem érdekel. Pont egy olyan vagy, hát tényleg egy lány. Egy városi lány, aki... Egy városi lány, akit nem érdekel ez. És ő lelőtte a izét. Tehát jó van. De kit érdekel, hogy lelőtte? Tehát, vagy kifogta a harcsát. Azonok a harcsavadászat, az zseniális, az a jelenet, ahogy jött, azt nagyon szerettem.
De hogy ehhez mit tud hozzátenni, mit érnek el ez mondjuk tényleg egy városi lányt, és pláne most. Tehát, mert hogy nyilván azért érezzük, hogy iszonyúan változtak az ilyen mediális eltódásokból adódóan az elvárásaink a regénnyel szemben. Ennyi leírás nem lehet egyszerűen. Tehát ez ne, hogy 10 oldalon keresztül igazából nem történik semmi, csak gondolkodik a tutajos, és közben figyeli, hogy mi történik körülötte. Én ezt nagyon szeretem most is, vagy én ezeket a részeket szerettem most őszintén szóval legjobban, de tényleg, hát ez remélem, hogy ez nem kötelező olvasmány, de csak ezt akarom mondani. A Tüskevár epizódhoz mit szólsz? Ugye az egy, hát szintén az így ki van különülve tulajdonképpen az egész regényből, és furcsa, hogy az egésznek meg mégiscsak ez a címe valahogy. Hát ha jól tudom, amúgy nem is, hát eredetleg nem a Tüskevár volt a cím, hanem a Matula bácsi iskolája, vagy valami ilyesmi volt. Igen. És hogy így... Az jobb lett volna nyilván, vagy ez őszintébb lett volna. Őszintébb lett volna, de mondjuk szerintem címnek jó az a Tüskevár, és hogy... Ezt például ezt a részt már el is felejtettem, hogy ők elmennek a Tüskevárba, és ott ilyen ásatást csinálnak. Azt a részt itt tökre szerettem, de hát ott megint az van, hogy a gyerekek egyedül lettek hagyva. De itt jön az, hogy na, hát azt a fene se gondolta, hogy ott beugranak, viszont ott, hát de ott működik ez a szöveg igazán ifjúsági szövegként. Tehát ott, amikor az van, hogy... A bütyök, tehát hogy az a rész, az tök jó megvan, csak ugrálott a izén, akkor beszakad, akkor tutajos aggódik, te aggódsz, hogy akkor mi lesz bütyökkel. Ott tényleg az van, hogy elkezdesz aggódni ezekért a szereplőkért, és hogy szerintem ez a rész, én ezt szerettem, ez most is jó volt olvasni. Tehát a vége az már jobb a szövegnek, csak hát addig elhult mindenki, mire odáig eljutottunk. És az egy mostani kalandregényben is megállja a helyét. Ahogy na jó, de azért egy mostani kalandregényben az, hogy kapsz egy puskát, és azzal bóklászhatsz, azért az marha jó, nem? Hát az abszolút. Tehát, hogy azért az iszonyú király. Tehát, hogy ez azért vannak ebben olyan elemek, amik tényleg még a mostani gyerekeket is hát valahogy meg tudná szólítani. Láttad és még akkor a leírásos részt, hogy fejezzük be, hogy láttad esetleg a film adaptációkat, ugye kettő is nem, van belőle. Nem, láttam. Ha megláttam, akkor talán részleteket. De hogy nekem az, hogy Tüskevár film élményem legyen, az egyáltalán nincs. Az nincs. Nincs. Aha, mert kettő is volt belőle. Az egyik az a régi, az a klasszikus, ez egy sorozat. Érdemes megnézni. Ugye teljes egészében tehát egy az egyben vannak a mondatok átvéve a regényből, tehát hogy ilyen szempontból nagyon hiteles. Pár ilyen mondolás van benne, például a pirimamát, az ugye át van nevezve nagymamának. Megoldották, és képzeld el, hogy egy panelba laknak, ami viszont teljesen szürreális, mert nem tudom, sehol nincs, amúgy néztem, hogy nincsen nyoma, hogy milyen házban laknak, de szerintem nyilvánvalóan egy gangos bérházban laknak a sztori szerint, vagy esetleg hát, ilyen polgári bérházban. Ugye, igen. Itt a filmben pedig egy panelban, ami nagyon-nagyon furcsa megoldás, és egy ilyen picit van moddolva a szövegen, és van egy ilyen későbbi feldolgozása, azt egy ilyen 10 évvel ezelőtt csinálták, az hatalmas bukás volt, az ilyen modernizálni akarták a filmet. Hát az pusztító, az senkinek nem javaslom, semmilyen körülmények között, de amúgy az eredetit, azt igen, tehát hogy ezt a tévéfilm sorozatot, azt igen. Akkor hát ilyen picit már ilyen záró kérdésként tenném föl, hogy látod ennek a könyvnek a jövőjét? Hát ez jó kérdés. Az biztos, hogy ez nagyon-nagyon gyorsan le fog esni az asztalról, és hogy egyfelől nagyon sajnálatos, hogy ez megtörténik, másfelől meg azért látszódik az, hogy ez ifjúsági regényként ez már nem tud működni, ez a szöveg.
Igen. Csak akkor tudna működni, hogyha ennek lenne egy ilyen nagyon, nagyon erősen meghúzott, rövidített változata, de akkor meg, akkor, hát de ez nyilván az nem úgy működik, de ez szerintem ez a világrendje, hogy ifjúsági regények jönnek, ifjúsági regények mennek, és hogy azért egy dolgot szerintem nagyon tud még mindig a Tüskevár, mégpedig ez, amire lehet, hogy ez egy lány nem, de egy fiú az mindenféleképpen az, hogy így megtanuld ezeket a skilleket, hogy te ilyen értsél dolgokhoz, és azért szerintem az egy ilyen nagyon didaktikus, de az, amikor ők bevonulnak a új tanévbe, bevonulnak, és a fő bika az oda megy, és így kvázi nagyon akarja ütni őket, akkor Tutajos csak annyit mond, hogy így, hát megmutatom neked az izmaidat, de inkább arra mesél, hogy mi a helyzet. És hogy így ebből látszik, hogy na akkor Tutajos megérkezett, és hogy férfi lehet. Ki is mondja Ákos, hát ugye az apa, hogy ki is mondja, hogy nem, igen, nem, igen. Ne, ha nem tudnám, hogy ez a mi fiunk, akkor azt hinném, hogy egy idegen. Mégiscsak rendes ember ez az István, bár össze-vissza hazudozott, és rohadtul életveszélybe sodorta a gyerekeinket, de legalább ember. De ez a része szerintem nagyon jól meg van csinálva, akkor én egy picit azért még azért így mondanám azokat, amiket így még régen is imádtam, és most is. Például van ez a tábla, ez a kis asztalka, amit ők csak ilyen táblának, igen, a mérnökök hagytak ott, és annak egy ilyen nagyon szép szimbóluma van, hogy így, hogy ez a Matula először a Tutajossal, aztán meg Bütyökkel így szépen így összerendeződnek, és az is tetszik, hogy szépen elő van készítve a következő regény, és akkor ott a Matula megállapítja, hogy hát mi hárman így jól összeszoktunk, és ez jó lenne, hogyha így együtt lennénk, és amikor így már félszavak nélkül is megértik egymást, és hogy ott lesz egy ilyen idilli pont, és az a rész, amikor ott jön egy levél, amiben István bácsi közli velük, hogy most már haza kell menni, akkor ott tényleg te is érzed velük együtt azt, hogy itt na most már itt már mindjárt vége igen. lesz, és hogy igen. ez a része nagyon jól meg van csinálva, úgyhogy szerintem azért ez erénye a szövegnek, és nagyon-nagyon sok gyönyörű megoldás van benne. Tényleg így van. Tehát most itt tényleg a sajnos most valahogy a hibákat soroltuk elsősorban. De igen, és az például nagyon vicces ez a tábla, hogy ugye, hogy van az a vita, nem tudom, emlékszel-e, hogy nagyon koszos az a tábla. Igen. És akkor nagyon koszos volt, és akkor azt mondja Matula, hát nem, a kosz az valami bőrbetegség. Hát akkor piszkos volt, és elhatározta Tutajost, de ebből aztán nem enged. Hát azt mondja, ez inkább csak egy kicsit zsíros, nem, az piszkos. És akkor, hát akkor lesikálhatja minden étkezés után, hogyha akarja. És akkor azt mondja, ja, jó, inkább egy kicsit, mégiscsak inkább zsíros volt. Tehát, hogy ezek például, na, ez például az a fajta pedagógia, ami nem az, hogy strihine, meg nem ez a ciánkálival elkeverve. Meg nem ez a csendőrpert partitűt, hogy igen, na majd én adom, te meg beveszed. És kész, azt csinálod, amit mondok, kus. És ez a része itt tényleg tök jó, amikor ugye azt érzed, hogy valóban partnerekké váltak. De hogy értelemszerűen ennek kell is, tehát van egy ilyen logikája, tehát hogy az elején esélye sincs, hogy partner lehetne ez a két nagyon eltérő kultúrájú emberi lény, aztán végül azok lesznek. És akkor itt most muszáj még egyszer belemenni, tehát ott, amikor elkezdenek erről beszélni, hogy hát bezzeg a régi világban, amikor még ez a hercegé volt, akkor itt nem lehetett csak azt úgy. Nagyon gázom. Meg amikor ott azért a Tutajos is mondja, hogy ó, most már más világban, Gergő bácsi, most már előfordulhat az, hogy egy szegény mosónő, özvegy mosónő, az elmehet fürdőre, és akkor kiderül, hogy ezt az István bácsi meg az Ákosékat ott fizetik, de azért azt kell mondanom, hogy... Nem, a beutalót azt az állam fizeti. Hát igen, de, az, de ők elintézték. Segítenek. Elintézik, hogy ők mehessenek. Elintézték el, igen. Meg az állami gazdaságból hozzák neki a gumicsizmát. Ez az is fura. Vagy a szövetkezetből. Na most igen, és akkor még talán még akkor egyet, ezt az ilyen vadászkultusz az, ami még nagyon furcsa. Tehát, hogy azt mondja, hogy István bácsi hoz majd engedélyt a vadászatra. Hát, az, hogy a francba kaphat egy 13 éves gyerek vadászengedélyt? Hát ő a főnöknek a fia, úgyhogy... Hát ez az, hogy ő a főnöknek a fia, igen. Na igen, ez az, ami most azért annyira nem tetszett őszintén szólva, ez az ilyen vadászat
kultusz, vagy ez a, hogy, és akkor ugye ez meg is van magyarázva, hogy ez az ősi zsákmányszerző, nem tudom mi, és hogy ezt nem lehet kiírtani az emberből, tehát ez az ilyen vadászat propaganda, az annyira nem. Lelövik a varjút, nem úgyis van belőle elég. Hát ez megőrült! Ne ér rám lövölt, ez te gyilkos! Segítség! Segítség! Na, akkor szerintem eljött az időpont, hogy most olvassak is a szövegből, és hogy nem Sárbogárdi Jolán díjas mondatokat, mert az nagyon sok van benne, jó, hanem olvasok egy részt, amit biztos fogsz érteni, hogy miért ezt választottam. Jó. Azt mondja a szöveg, hogy csak solymok lehetnek, gondolta Gyula. De mire vadásznak? Úgy látszik egész család. Fellapozta a solymokat, és átfutva valamennyit érezte, hogy nem tévedett, amikor azt mondja, kába, kaba sólyom. Vércsenagyságú, a nyugvószárnyak hegye a fark végét túléri, fehér mezőben feltűnő, fekete bajussáv, lábai sárgák, mondja a könyv, leggyorsabb ragadozó madarunk. Begyerend szerint a levegőben fogott rovarokkal van tömve. Aratás után fiaival vadászig, robogó vonattal együtt nyilal, és a felijesztett madarak egyenesen karmaiba rohannak. 132. oldal. Tökéletes. Hát, igen. A solymokat muszáj volt megemlítenünk, mert azért tudja a Fekete István is, hogy tehát solymok nélkül nem lehet nagy hatású könyvet megírni, és most már szerintem lassan elérkezett az idő, hogy solymok és a magyar irodalom. Tulajdonképpen ez az egy dolog, amit találtunk. Nem? Tehát, hogy azt hiszem, hogy ez a mi közös felfedezésünk. Én azt gondolom. A podcastnek ez a legjelentősebb tudományos erénye, hogy... Ez lesz a sólyomkód. 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 De hogy ebből a részletből is látszott, hogy így iszonyatosan meg van fáradva ez a nyelv. Tehát, hogy így... Az van, hogy ki van másolva, ugye mondjuk mondja is, hogy a lovasiból olvassa, de hogy egyszerűen, hogy ez így bele van téve, mint egy ilyen ready-made, bele van helyezve a szövegbe, és ez még a jobbik, amikor még azt elmondja, hogy ez a könyvből van, de amikor tart egy ugyanilyen előadást, és azt így beleteszi a izének, a tutajosnak a fejébe, az sokkal rosszabb. Jó, szerintem. De erre meg például azt tudom neked mondani, hogy mondjuk ez egy 1957-es szöveg, Esterházy 1950-ben született. Tehát ezt a szöveget ő már nagyon korán olvasta, és már akkor megtanult, hogy a vendégszöveg, az honnan jön, úgyhogy elképzelhető, hogy a Tüskevár az egy megfelelő inspirációs közeg lehetett a mesternek, hogy... Igen, ez több, mint valószínű. Hát én is ezt gondolom, hogy innen jöhet, mert honnan máshonnan, hogy hogyan lehet beidézni szövegeket, anélkül, hogy ez nagyon fölsejlene, de mégiscsak azért ott látszódik, úgyhogy azért Fekete István, és nyilván ez egy iszonyatosan olvasott szöveg, de az is látszik, hogy egyszer ez nem tud a hagyományba benne maradni, szerintem. Igen, valószínű, hogy a Fekete István életműből furcsa módon amúgy azok fognak megmaradni, hát a Vuk fog megmaradni, gondolom én, és az a Dargai Attila miatt. És egyértelműen csak a rajzfilm miatt. Egyértelműen a rajzfilm miatt, mert nem tudom, hogy te olvastál-e más Fekete Istvánt. A Téli Bereket olvastad, azt mondtad. Igen, apukám nagyon... A Kelevúk, ezeket olvastam, meg vannak ilyen... És én ezeket abszolút nem szerettem. Van egy olyan, amit olvastam, hogy Karácsonyi Történetek, talán ez a címe, és ott abban vannak egy ilyen, ami nem ifjúság, hanem ilyen felnőtt szövegek, és azok ilyen... Meg hát ugye a Koppány Jogatesta, mondtam, az szintén a film miatt. Igen. De hogy ezek... Amiben még egy másik rendszert szolgálta a mester. Na mindegy. Hogy is mondjam, az idő, ezt nem fogom tudni szépen mondani, de az idő homályába vész. Igen. Na, szóval itt azért tényleg van ez a direkt, van egy ilyen direkt ideológikus megfelelési szándék is, ezt tényleg érezzük, és ez mai olvasó számára azért elég zavar. De amikor például azt mondja a végén a tudatos, hogy azt mondja a Matulának, hogy köszönöm, és akkor megkérdezi a Matula, hogy mit, azt mondja, hogy a mindent. És hogy ez akkor ott, az ott egyáltalán nem didaktikus, és akkor ott, az a része az ott tök jól működik, és hogy ezt én azért ott szerettem. Én az egészet szerettem, én valahogy úgy tudnám összefoglalni, hogy ez egy nem túl jó regény, viszont egy szenzációsan remek olvasmány bizonyos emberek számára. Tehát van egy szűk csoport, aki számára ez egy nagyon, nagyon jó olvasmány, de hogy mint regény azért nem túl jó sajnos.
Jó, akkor folytassuk a polcomon találtam rovattal. Ő nem tudom, hogy te hoztál-e valamit. Én vacilálok, majd eldöntöm annak fényében, hogy te mit hoztál. Én egy, azt már említettem neked, hogy én egy 1962-es kiadást, ez a, amúgy ezt meg is akarom neked mondani, ez kérlek szépen a negyedik kiadás, 62-ben, és én hoztam egy könyvet, Fiúk évkönyve, 1963. Ez megvan neked ez a könyvsorozat, hogy ezt te tudod ezt? Hát ebben most így, ahol kinyílt, egy Nyerges András vers van, például Duzzogó címmel. Ez egy olyan könyv, ami a fiúknak, ez a Fiúk évkönyve és a Lányok évkönyve című antológiák, ez minden évben megjelent, és akkor okay, ebben... Oké, ez a unokatesóméknak volt ilyen, most már emlékszem. Jó, akkor van ez a természetrajz, technika, földrajz, néprajz, útleírások, történelem, művészet, versek, sport, érdekességek, hát mondjuk bemutatjuk Tihi Lajost, van egy ilyen nagyon fontos dolog. Mármint a focistát, ugye? Mármint a futballistát, igen, és akkor én egy verssel készültem, mert mindig jó, hogyha vannak versek. Jó. Én Kassák Lajos versét hoztam, a Nagy Te című verset. Szuper. És azt mondja, ez így hangzik. Kassák Lajos, a nagy tett. Legendákon és révületeken túl a költők művirág gyűjteményein egy ember felszállt. Abba a világba, amely eddig geometria és matematika volt. Órákon át, mintha semmibe lebegne, aztán az égre vetette árnyékát. Jelképírás ez a másról és jövőről. Előbb Ikarosz, a naív kísérletező, aztán Kolumbusz Kristóf felfedezte Amerikát. Picard testvérek belekóstoltak a stratoszférába, alámerültek a mély tengerbe. És most Jurij Gagarin, aki emberszemmel először látta meg, hogy a Föld valóban gömbölyű, és ahogy emelkedett vagy süllyedt, a világot kéknek, rózsaszínnek, koromfeketének látta, és azt mondja, boldog volt súlytalanságában. Ó, vágyálom, képzelgés, megvalósulás! Budapesten vagyok, és hallom Moszkva diadalénekét. Íme az emberiség vér nélkül újjászuli önmagát. És hogy itt van egy Kassák vers, ez zseniális. Ez egészen valószínűtlen. És nem tudom, hogy te olvastál ilyen nagyszerű Kassák verset mostanában. Nem. Úgyhogy... Nagyon köszönjük, engem lenyűgözött. Na, úgyhogy ez vicces, amúgy visszaolvasni ezeket. Na, akkor én is verset olvasok, mégpedig egy szó miatt, és gondolom, hogy rá fogsz jönni, hogy melyik az, és az pedig Kovács András Ferenc Béka zene című verse. Na, ez így hangzik. Parti berekben brekken a béka, rezzen a nádas barna taréja, béka zenére ringnak az árnyak, tópuha fodrán vadkacsa szárnyak. Egy tavirózsán brekken a béka, sárgul a félhold kajla karéja, béka zenére, csillagok ülnek az éj peremére. Na, ez tök jó. Ez meg inkább egy ilyen gyerek. Jó, és a izére megy a Nemes Nagy Ágnesnek a Bodzavirágnak a zenéjére, hogyha figyeled, béka zenére, Bodzavirágból. Tényleg. Aha. Na, jól van. Akkor nagyon szépen köszönjük, és következő alkalmat beszéljük meg. Azt én most nem is tudom, hogy mi maradtunk végül. Szerbantal utas és holdvilág, és az még valahogy a nyáron, ugye? Tehát most nem megyünk nyári szünetre, hanem... Ezt most csapatjuk. Úgyhogy ezt július utolsó napján fogjuk közzétenni, úgyhogy föl kell kötni a olvasnivalót, de az is egy nyári szöveg nekem. Igen, nekem nem. Nem nyári. Nagyon nem. Meg hát annyira nem tudom aztani ez a szöveg. Nagyon. Nem, nagyon. Hát nyári szöveg. Tényleg? Szerint. Na jó. Tehát ez strandon olvasó. Tényleg? Abszolút. Nekem őszi, borongós. Na jó, majd akkor ezt megvitatjuk. Na hát akkor legyen így. Akkor köszönjük szépen mindenkinek a figyelmet, és akkor én búcsúzom, Mészáros Márton voltam. Én pedig Neszlás Sándor.